Üdvözlök mindenkit, a nevem Marci, ismét én vagyok itt a beugrós, a droidon, mert Árpi kollégám jelenleg nem ért rá. Ez pedig itt nem más, mint a Xiaomi Pocophone F van, ami hát egy elég különleges telefon, hogy ennyit előjáróban elmondjak, ugyanis elméletileg ebben a kis szörnyetekben rejtőzik egy Snapdragon 845, ez ugyanaz a processzor, ami a Note 9-ben, S9-ben, S9 Plus-ban van, szóval a legerősebb androidos processzor a piacon jelenleg, illetve 6 vagy 8 GB RAM, hely dual SIM kártyának, szóval kettőnek, vagy micro USB-nek, szóval bővíthető tárhelyjel is rendelkezik, headphone jack, dupla kamera, szóval egy elég komoly kis csomag, és gondolhatná ilyenkor az ember, hogy mennyibe is kerül ez a szörnyeteg tulajdonképpen. Valószínűleg a mai telefonárakat megnézve egy olyan 250-től 400 000 forintig terjedő intervallumra gondolhatna mindenki. Nos, a Pocophone 115 000 forintba kerül. Jó hallottátok, 115 000 forintba kerül 6 vagy 8 GB RAM. Az a processzor, ami a legeslegújabb és legerősebb telefonokban van, amik ugye 3-4 ezer forintért mennek, ezt csak lábjegyzetben mondom, illetve dupla kamera, hatalmas kijelző, mondjuk csak LCD, nem OLED, de hatalmas kijelző, jó felbontással, szóval egy full extrás csomag, ilyen kevés pénzért. Nos, mi most erre fogunk egy pillantást venni, először is a kicsomagolással, utána pedig meglátjuk, hogy milyen is ez a Pocophone F van. Na hát lássuk is! Szép sárga a doboz, úgy tűnik egyre több gyártónak jön be ez a banánsárga szín, a Note 9 tolla után ez a doboz is ilyen. Ez a Pocophone F vannak a felhasználói kis segédlete, ahogy látom, tulajdonképpen minden le van írva, amit megszokhattunk tulajdonképpen bármelyik telefonnál, hogyan kell berakni a SIM-kártyát, stb., hogy nem szabad megrágni, meg felgyújtani, meg ilyesmi. És a P20 Pro-hoz hasonlóan, ahogy látom, kaptunk egy gyári tokot, ami hát egy vékony szilikontok, félre is teszem. Aha, most a telefont is. Van benne power brick, fali dugasz tulajdonképpen, van hozzá kábel, tulajdonképpen semmi extra, gyors töltésre alkalmas, ha jól tudom, és... Ja, szóval, szintű. Viszont, hol a fülhallgató? Fülhallgató ez bizony nincsen, ahogy látom, helyette van gyáritok, ami annyira nem jó, de legalább van. Nézzük inkább a telefont. Amikor kézbe vesszük, akkor le van fedve egy ilyen kis, hát nem is tudom, ilyen kis papírlapszerűséggel, amire rá van írva, hogy ebben bizony egy Qualcomm Snapdragon 845-ös processzor rejtőzik, amit akár 2,8 GHz-ig is lehet overclockolni, ami tényleg lenyűgöző, mert ez egy tulajdonképpen számítógép processzorának is bőven megfelelne. És van benne, ezt el is felejtettem említeni, van benne folyékony hűtőrendszer, amit a Note 9-ben láthatunk, ebben nem tudom pontosan milyen, de van benne. És mesterséges intelligencia által nem is tudom, támogatott hátsó kamerák, ami dupla, és van rajta egy ilyen kis címke, amit le is szedek. És szép piros karikák vannak rajta, így már látszik is. Mármint a lencsék körül. Tulajdonképpen 4000 mAh aksi van benne, ami szintén nagyon durva, ezt még én sem tudtam, erre most döbbentem rá, hogy 4000 mAh van ebben a telefonban, ami konkrétan a Note 9-nek az aksiával felel meg. Szóval akkora aksi van benne, mint a Note 9-ben, ami egy irdatlan nagy vágódeszka. Ez meg annyira talán nem is érződik nagynak. Lehet, hogy ugyanakkor őszintén szóval nem néztem meg a méreteket, de ez nem érződik olyan tepsinek, mint a Note 9. Viszont ugyanakkor az aksiuk, a hátáról szerintem el is távolítom a jó kis védőlapot, meglepően sok ilyen kis védő
bizbaszt raktak rá, ahogy látom. Volt a kamerán is, volt itt a hátlapon is, van elől is. Nagyon szeretné a Xiaomi, hogy épségben megérkezzen a telefonja. Akkor végül is vegyük le. Vegyük le az előlapot takaró papírt. Ez mindig nagyon jó érzés. És kezemben is van a Pocophone. Ami most nem látszik, de mindjárt látszani fog, amint bekapcsolom, az, hogy van notch. Hopp, talán most látszik. Így az ablak tükröződésében. Hogy van notch, amiben van dupla kamera elől is. Szóval összesen 4 kamera van ezen a telefonon. És itt van hátul az új lenyomat olvasó és a kamerák alatt. Ez egy teljesen megszokott kiosztás. Úgyhogy nem sokára bekapcsolom, és akkor lássuk, hogy úgy mik a tapasztalatok. Bekapcsolás után semmi különösen nem kell számítanunk, ugye tényleg a teljesen megszokott lépéseken kell végigzongorázni magunkat, wifi választás, meg elfogadtam a különböző szerződéseket, hogy eladom a lelkem a sátánnak. És végül, de nem utolsó sorban ki kell választanunk, hogy szeretnénk-e mondjuk új lenyomatot hozzáadni, csak ezek után tarthatunk kezünkben egy beállított Pocophone F1-et. Egyelőre semmi különös nincs ezzel a telefonnal kapcsolatban. Ami különös vele kapcsolatban, az csak a hosszú távú teszt folyamán fog kiderülni, az pedig RP kollégám fogja leszállítani nektek. Úgyhogy én köszönöm a figyelmet, és nem sokára jelentkezünk a Pocophone F1 tesztjével.